Ez is olyan, mint én vagyok, hogy tele van sebesülésekkel, meg sérülésekkel, olyanokkal, amik meggyógyultak, meg olyanokkal, amik nem gyógyultak, meg csonkok vannak rajta. De azért még mindig terem. A Big Bang láttam ezt a statisztikát, amelyik kimutatta, hogy kinek van a legtöbb követője a Facebookon, és ott én voltam a tizedik. Előttem volt az Orbán Viktor. Halmai volt az én igazi otthonom. Emlékszem, hogy az első cigarettát ott szívtam el egy szalmakazal tövében az egyik játszótársammal, és apám egyetlen egyszer vert meg, és ez az alkalom volt, mert meglátott bennünket, és kaptak tőle két hatalmas pofont. 6 éves voltam, amikor kaptam egy kis póni fogatot. Az volt a kötelezettségem, hogy attól kezdve a lovakat én nekem kellett ápolni. Tehát én etettem őket, én hordtam be a szalmát alájuk, és én hordtam ki a trágyát, amit csináltak. Ez volt az első feladatom, és egyben szórakozásom is, és talán ebből származik az, hogy ha megkérdezik tőlem, hogy mi az én hobbim és mi az én szakmám, akkor azt mondanám, hogy a szakmám a hobbim. Apám még teljes erőben gazdálkodott, amikor a második zsidó törvény következtében a gazdaságnak egy részét államosították. És mert akkor az volt a szabály, hogy 100 holdnál, akkor holdban számolták a területeket, 100 holdnál több területe nem lehet egy család. És ezt annyira nem tudta elviselni, hogy megbetegedett, és meg is halt rövidesen. Furcsa módon ők egy teljesen asszimilált család volt, és amikor apámtól megkérdeztem, hogy miért nem katolizált, pedig a katolikus templomnak a újjáépítését az ő pénzéből történt. És akkor azt mondta, hogy hát majd akkor, fiam, hogyha a zsidókat nem üldözik. 42 őszén kaptam egy sorsbehívót munkaszolgálatra is. Bevonultam, és szegény édesanyám maradt egyedül a gazdaságban, és hát nem sokáig tudott ott maradni, mert aztán őt is elvitték persze, és Auschwitzban fejezte be az életét, ha igaz, nem lehet tudni. 3 évig voltam munkaszolgálatos, hidegség nevű nyugat-dunántúli faluból gyalog mentünk el az Ausztriában lévő Mauthausenig, ahol volt egy koncentrációs tábor. Ott töltöttem el 6 hetet, és akkor összegyűjtötték a még lábon álló embereket, és elgyalogoltunk 20 kilométerre lévő Gunskirchen nevű község határába, ahol volt egy kőbánya. Ez egy katlan alakú kőbánya volt. Persze a peremén álltak az SS-ek rendszerint kutyával, és drótkerítéssel körül volt véve, körülbelül 3000 ember lehetett ott összezsúfolva. Ez egy
a németek hivatalosan úgy hívták ezt, hogy Vernichtungslager, tehát megsemmisítő tábor, amely kifejezetten arra volt megalkotva, hogy hát szükség esetén felrobbantják, és akkor az mindenki ott marad, ugye egy kőbányát, ha felrobbantanak, akkor ott élő ember nem marad meg. Utolsó napokban már láttuk, hogy az SS-ek próbálnak elvonulni, és akkor mi hárman ástunk egy kis gödröt a kerítés alatt, és kimásztunk. Ez történetesen az utolsó éjszaka volt, május 4-én. Két front vonal közé kerültünk, úgyhogy az egyik oldalról a németek, másik oldalról az amerikaiak lőttek, mi meg a bokrok alatt próbáltunk kúszni, hogy valahová eljussunk, és másnap reggel kiértünk az országútra, és ott már vonultak az amerikaiak. És jól emlékszem még rá, hogy egy ilyen amerikai teherautónak a platóján ült egy néger ember, és meglátott bennünket, hármunkat, hát ugye rongyosok voltunk, meg lefogyott, hát én 42 kilós voltam, és kiabálta, hogy you are free, go home. Egy szanatóriumba helyeztek el, ahol hát szépen rendbe hoztak, végre kaptam egy ágyat, és nagyon óvatosan kezdtek el rendbehozni. Le volt fagyva a lábam, azt orvos kezelte, apácák ápoltak bennünket. Mindig éhesek voltunk, mindig kevés volt az, amit adtak, de mindig figyelmeztettek bennünket, hogy nem szabad terhelni a gyomrunkat, mert az halálos. Volt egy amerikai tábor is, amelyben egészen véletlenül volt egy magyar származású százados is. Kovácsnak hívták történetesen. Meglátogatott, és hát sokat beszélgettünk egymásról, és azt mondta, hogy hát én elintézem magának, hogy el tud utazni Amerikába, lett tudott telepedni, akkor én már diplomás ember voltam, de, hogy ezzel a szakmával azt mondja, hát Amerikában biztosan szép és nyugodt életet tud majd folytatni, és mondtam, hogy nem, én haza szeretnék menni. És a Kovács, aki nagyon tájékozott ember volt, azt mondta, hogy nem fog senkit otthon találni. És mondtam, hogy én mégis haza szeretnék menni. Hazajöttem, és tényleg nem találtam senkit. Tényleg egyedül voltam. Barátaimnak jelentős része is ott maradt Ukrajnában. Meg hát ebben a táborban is. A háború utolsó évében rozsot termeltek ott egy táblán, és úgy látszik, hogy azt későn aratták le, és nagyon sok mag kipotyogott belőle. És ez kikelt, ezt gazda emberek úgy hívják, hogy árvakelés, amit leszoktak persze szántani. De ez olyan mennyiségű volt, hogy a következő évben, tehát 46 tavaszán, ezt le lehetett aratni.
fizetni. És ez volt az én első jövedelmem. Ebből vettem először az oroszoktól, azt hiszem, hogy teljesen illegálisan 2 lovat, meg valahol vásároltam egy tehenet is, és hát elkezdtem ott gazdálkodni. 48 őszén volt ez a nagy átalakulás, akkor vette át a Rákosi rezsim a hatalmat. Megjelent egy 3-tagú társaság, és azt mondták nekem, hogy hát 24 órát adnak, vagy elhagyom azt a helyet, vagy internálnak. Ugye hát kulák voltam. Két út áll a magyar dolgozó parasság előtt. Az egyik út a régi, a megszokott, a túlzásba vitt egyéni gazdálkodás, ahol mindenki csak magával törődik, ahol az az elv uralkodik, hogy aki bírja, marja. Ennek az elvnek elkerülhetetlen, törvényszerű következménye az, hogy a nagy halak megeszik a kis halakat, a nagy kulák gazdák tovább erősödnek, tovább gazdagodnak, és tönkreteszik a szegényebb dolgozó parasság. 6 éven belül 2 különböző társadalmi szélsőség tett földön futóvá. Először ugye a Nyilas rendszer, másodszor meg a Rákosi rendszer. Akkor ez egy olyan világ volt, ahol nem én voltam az egyetlen vesztese annak a időszaknak, meg annak a társadalomnak, hanem nagyon sokan körülöttem. Tehát valahogy, ha nem is természetesnek, de elfogadhatónak éreztük, és nem éreztem akkor azt, hogy én nyomorúságba kerültem. 2 kofferrel jöttünk fel a feleségemmel, meg a kisfiammal Pestre, egy albérleti szobába, és hát akkor persze régi barátaim, meg iskolatársaim közül sokan voltak jó pozícióban, és próbáltak engem elhelyezni ide-oda, és akkor 2 olyan évet éltem le, hogy szinte minden hónapban valahol máshol dolgoztam, mert mihelyt megtudták azt, hogy én kulák voltam, akkor rögtön igyekeztek megszabadulni tőlem. 51 vagy 52 lehetett, amikor meguntam ezt a ide-oda dobáltak, és arra gondoltam, hogy én fogok, mivel kertészeti végzettségem van, fogok családi kerteket ápolni. És volt egy ismerősöm Pest-Szent Imrén, és ő megkért arra, hogy gondozzam a kertjét. És hát annyira meg volt vele elégedve, hogy ismerőseinek is mondta, hogy van itt egy fiatal ember, aki ás, kopál, metsz, permetez, mindent megcsinál a kertben, és tulajdonképpen ebből el tudtam tartani a feleségemet, meg a kisgyerekemet. Ezek az emberek rá voltak szorulva tanácsokra, meg támogatásra, és amikor engem kineveztek a Kertészet és Szőlészet nevű heti lapnak a főszerkesztőjévé, akkor én elég gyorsan átállítottam arra ezt a folyóiratot, hogy ezeknek az embereknek legyen a tanácsadója, és ez olyan sikeres volt minden ellenkezések dacára, hogy akkor ez a
hírlapkiadó vállalatnak a legnyereségesebb újsága volt, mert 90 ezer példányban jelent meg, és csak azért nem jelenthetett meg magasabb példányszámban, mert nem volt hozzá elég papír. Az volt a véleményem akkor, hogy egy ilyen újságot olyan embernek kell szerkeszteni, aki egyformán tud beszélni az idősebb, meg a fiatalabb emberekhez. És én akkor betöltöttem 60 évet, hát éppen 62 éves voltam, és úgy éreztem, hogy jobb, hogyha én átadom ezt a pozíciót másnak. És akkor az egészen véletlenül az történt, hogy bár én elhatároztam, hogy csak a kertemet fogom ezen túl ápolni, meg könyvet írok, ha tudok, de akkor felkeresett az akkor induló Ablaknak a főszerkesztője, és megkérdezte tőlem, hogy volna-e kedvem ahhoz, hogy hetenként az Ablak műsorában a mezőgazdaságról, kertészetről, környezetvédelemről beszéljek. És akkor mondtam, hogy próbáljuk meg. Egy kolléganőnk, a nevére már nem emlékszem, de azt tudom, hogy egy csinos fiatal nő volt, és rám mutatott, és azt mondta, hogy akkor maga lesz a Bálint gazda. És tényleg én lettem a Bálint gazda. Ennek a szülőatya tulajdonképpen a Horváth Ádám volt, aki ezt úgy képzelte el, hogy ez egy szerkesztőség, ez a stúdió, tudod, hogy, és úgy is volt az első adások, talán az első 10 adásban a stúdió úgy is volt berendezve, hogy íróasztalok voltak rajta, telefonnal, írógéppel, könyvekkel. És az első élő adás volt, aminek a tényleg a szövege nem volt meghatározva, tehát nem lehetett olvasni a szövegét. Nekem az az elvem, hogy addig érdemes élni, amíg az ember valamit alkotni tud. Most próbálom nagyon terjeszteni ezeket a külföldön balerinának nevezett, én szívesebben mondom azt, hogy karcsú, orsó jellegű fákat, amelyek már a kitelepítésük után a második, harmadik évben elkezdenek teremni, és hát minden munkájukat el lehet végezni földön állva, de ezt nem nő magasabbra, mint amit az ember elér. Az aljától kezdve berakódik gyümölcsel, és ez egy nagyszerű dolog, úgyhogy ez a jövő.